Nagy szeretettel köszöntöm kedves mindnyájukat a Múzeumi Estét mai programján. Szeretettel köszöntöm dr. Magyar Leventét, városunk egykori polgármesterét. Köszönjük, hogy eljött. Szeretettel köszöntöm azokat a egykori munkatársakat, akik esetleg még Stromf Pálnál kezdték a munkájukat, vagy pedig a későbbi jogutódnál, az AKÖV-nél. Úgy tudom, hogy jó számban vannak a vendégeink sorában olyanok, akik érintve vannak a témával kapcsolatban. Nagyon köszönjük, hogy eljöttek, és mindnyájan, mindenkinek tulajdonképpen, hogy eljött a mai programra, hiszen jól tudjuk, hogy 6 órakor egy másik program is kezdődik majd a Dirini rendezvényházban, de azért bízom abban, hogy velünk maradnak. És szeretettel köszöntöm előadónkat, Kiserik a helytörténeti kutatót. A mai estünk témája nagyon érdekes. Önök jól tudják azt, hogy gyakran mondjuk azt, hogy megyek Pestre, megyek a buszházhoz. Honnan indul a busz? A buszháztól indul ekkor és ekkor. Ez egy érdekes kifejezés. Nem mondjuk soha, hogy autóbusz, pályaudvar. Azt se nagy, másként se nagyon nevezzük. Legközismertebb népnyelve, népneve a buszház. Ezt a jászberényiek mind tudják, de talán még a jászsági települések lakói közül is sokan, viszont aki idegen idejön, hát azt el nem tudja képzelni, hogy mi az a buszház. Értetlenül néznek az emberre, pedig egy nagyon nagymúltú patinás épületről, és hát nem csak épületről, hanem vállalatról van szó, amelyet ugye egykoron Stromf Pál alapított. Gyakran használjuk a szót, a kifejezést, és mégis keveset tudunk róla. Ezért is került sor a mai alkalommal, napirendre ez a téma, mert Kis Erika a helytörténeti kutatásai sorában többek között ezzel a témával is foglalkozott, és ezért kértük fel a mai előadásra, hogy szóljon nekünk, hogyan is létesült, hogy jött létre ez a nagymúltú intézmény, mi lett a sorsa, és mi a mai sorsa, és van esetleg jövője. Tehát erről lesz most szó, bő egy órában, Erika, téra. Köszönöm Editke, és köszöntöm a népes közönséget, hogy megtiszteltek. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy számosan vannak itt közöttünk, akik Stromf Pált ismerték, vagy a vállalatánál dolgoztak. Az ötlet onnan indult, hogy felújították a buszházat. Nagyon szépen, csinosan néz ki, és gondoltam, hogy megírom a történetet. Csak hogy a beruházás egy része megvalósult, de a másik része, tehát a környezetének a rendbetétele, a kis mellette lévő kis utca, a földes parkoló mögötte a van egy idéglenes parkoló, tehát számos dolgot ott rendbe kellene tenni. Ez Jászberényváros önkormányzata készített is pályázatot ezen beruházás megvalósítására. Ezek a munkák nem kezdődtek el, de meg lesz. Stromf Pál mérnök volt. Ő elvégezte a Berlini Műszaki Egyetemet fiatal korában, és itt 50 éves, mert úgy gondolta, hogy váltani kell. Valami más szeretne csinálni, és arra gondolt, hogy autóbusz közlekedést valósít meg, és ellátogatott Nagykátára. Itt ez az ő személyi autója, mert hát azért egy tehetős ember volt, és szétnézett, és rájött, hogy nem Nagykátán kell a céget alapítani. Ő Csetneken született, gépészmérnök volt, Berlinben is dolgozott, Budapesten is, a Weissmann-Fried művekben is, és 26-ban megalapította Jászberényben az autóbuszvállalatát, 6 busz és 3 személy autó volt, és 1935-től itt Jászberényben készítettek autóbuszokat, amivel aztán a forgalmat lebonyolították. Ez a buszvállalat, ennek részeként épült fel a buszház épülete,
amit aztán Stromfától 48 nyárán elállamosítottak. Itt van Stromfál mérnöki diplomája, amit Berlinben állítottak ki. Hát egy kicsit vihart felt már, mert azért nem most volt a dolog, és a családi iratok is ide-oda kerültek. A vállalkozását ugye 26-ban kezdte, úgy, hogy Jászberényből Nagykátára a vasútállomásig ment a busz, és utána, mivel hogy ez a vonatközlekedés Budapest felé is rendkívül jó volt, gyorsan, tehát a menetrendben sok járat volt, lehetett haladni vele, tehát ezért Jászberényből is nagyon sokan átjártak Nagykátára, és úgy mentek fel Pestre. Asszonyok százai, tucatjai éltek úgy, hogy fellemelték a kacsát, a libát, a tyúkot, megtisztítva vitték budapesti nagyságáknak. Tehát ez nekik rendkívül jó volt. Busszal átmentek Nagykátára, felszálltak a buszra, és intézték a dolgokat, és délután pedig visszajöttek, és a busz hazahozta a Nagykátáról is őket. Így aztán egy közlekedési vállalatot alapított Stromf Pál. Kellett hozzá ugye benzin a buszokba, ez nem volt nélkülözhető. Na most Gál Ferencnek is volt egy hasonló, de azt eladta neki, mármint hogy Stromf Pálnak eladta, és Gál Ferencnek benzinkútja is volt, és így a benzinkút is Stromf Pál tulajdonába került, és ez a Vértes házban volt, ahol, ez majd mutatom később, látni fogjuk, hogy ahol ma a könyvesbolt van, a Líra könyvesbolt van, az volt rég, helyén volt a Vértesház, és ott volt a járda szélénél a benzinkút, a földbe megfelelő tartályba lemélyítve. Telephelyet is ki kellett alakítani, és megmondom őszintén, hogy ennek az előadásnak az ötlete legalábbis tavaly ősszel született meg bennem, amikor ezt a térképet megláttam egy másik előadás keretében. Ugyanis, kicsit közelebb jövök, itt látjuk, hogy Gambrinus sörház. Sörház, ugye? Nem kell magyaráznom. A német lovagrend ide települése 1800-tól, és itt van ez a hosszú épület, ezt vette meg Stromf Pál. Már 1926-ban a sörgyártásnak, tehát nem volt, tehát rendkívül lerobbant épület volt, a higiéniája nem volt meg, stb. Stb. Úgyhogy megvette és fel is újította, és a garázsokat kialakította benne, természetesen olyan viszonyokkal és olyan technikával, amit a kor megkövetelt. Mert hát ő mérnökember volt, és precíz mérnökember. Hát akkor még erre néhányan lehet, hogy emlékeznek. Ez a 45 utáni maradvány, amit még 45 után ő Stromf Pál helyreállított, és kettő garázs még tudott itt felállítani. Hát látjuk, hogy hol van. Ugye itt van a nagy templom a közelben, és ez ma. Ez az épület van ma a egykori serház helyén, illetve hát a garázsok helyén. 1970-71-ben épült ez a bérház. Na tehát Stromf Pál vállalatának több minden is hasznára volt, mert hát ugye szilárd burkolatú utak kötötték össze a településeket. Tehát lehetett jócskán autóval is közlekedni, meg buszokkal is lehetett közlekedni. A vállalatának van annyi busz volt, ahány sofőr. A buszon, tehát a szerelők azok a telephelyen dolgoztak természetesen, mert hogy a buszokat itt építették össze.
És tehát ezt a, már mint az előbb látott épületet felújította, és az új buszok összeépítését 35-től elkezdték, és ipari tanulókat mindig fogadott és képzett. Na most néhány ipari tanuló, egykori ipari tanulóval volt szerencsém találkozni, és rendkívül nagy tisztelettel és szeretettel beszéltek egy nagy tudású embertől, akitől rengeteget tanultak. Ilyen volt Telek Jóska bácsi, nagyon sajnálom, mert szerettük őt, nincs már közöttünk, és Szaszkó László is, mindjárt néhány képet is fogunk róluk látni. Tehát a buszjáratokat beindították, Nagykátáig mentek el a vasútállomáshoz, és Nagykátán át Budapestre is rendszeresen. Aztán volt Jákóhalma, Jászapáti, Jánoshida, Alsó-Szentgyörgy, Felső-Szentgyörgy, Szent Márton, Káta között is. És mivel a Vértes ház és az iroda két fiatal lány is dolgozott ott, a Vértes lányok, ők pedig szívesen megszervezték még a kirándulásokat is, akár külföldre is. És volt rá igény. Tehát így aztán nem fizettek rá a voltra, hogy így mondjam. Nos, hát itt látunk egy gyönyörű szép buszt. Éppen a Nagykőhídon átjött, és hát csodájára jár a közönség, vagy a közelben lakók. Ez a Serház utcai telepen van, mert tehát ez nem a garázsban van, hanem egy fiatalember, és látunk egy nagyon fiatalembert, és ugye egy tanuló fiút, és ez a hátsó kerítése az ő telephelyüknek. Egy másik. Tehát ilyen buszok léteztek a Stronf vállalkozás keretében. Egy zsúfolásig tele autó, az utasok is leszálltak a fotózás kedvéért, és itt látjuk Stronf Pált. Egy ilyen bricses nadrágba, mert hogy praktikusan kellett öltözni, nem öltönyinkni a kendő, hanem mert hogy ő mindig ott volt a sofőrök, a szerelők között, tehát ő nagyon remekül menedzselte a vállalkozását. A korábban, amikor adatgyűjtéseket készítettem, akkor Szaszkó László feleségével is összehozott a sors, aki tanulója volt Stronfálnak, illetve hát ennek a cégnek, és hát még ide adta nekem, és hát beszkenneltük a segédlevelét is, tehát akik kitanulták az autószerelő mesterséget, azok bizony és hivatalosan és támogatva igenis komoly szakmával bírtak. Ez is a telephelyen van, ugye ez az egyik busz. Itt már látunk egy sofőrt, ő a Szaszkó László, akit említettem, és ezzel a Chevrolet típusú vagy márkájú busszal járt, és ezzel dolgozott, ezzel hozta, vitte az utasokat. Itt két Chevrolet busz volt, és hát itt is a telephelyen lefotóztatták magukat a fiúk. Ez is a Serház utcai. Hát látjuk azért, hogy a mai viszonyokhoz képest egészen más körülmények voltak, de a feladatot azért teljesítették. A cég úgy működött, hogy az utazó közönségnek el kellett menni a Vértesféle irodába, és megváltani a jegyet másnapra. Vagy akár több napra is, amikor utazni akartak. Mert a buszon csak a sofőr ült. A benzinkút is ott volt a Vértesféle ház előtt, és hát
szépen terepélyesedett a vállalat, 35-ben 22 alkalmazottja volt Stromfának, és ez bejelentett, legális és teljesen szabályos, tehát nem semmiféle trükközés, meg ilyesmi, amit esetleg a mai világban tapasztalhatunk. Nem volt egyedüli ez a vállalkozás, tehát voltak versenytársai is. A Start autóbuszvállalat Jászárokszállás és Jászberény között vitte az utat. Ők csak arra vállalkoztak, hogy Jászberény és Árokszállás között a közlekedés biztosítva legyen. 35-től a Máva út nevű vállalcég is szállított árut, és utasokat is Jászberény 60 vonalon, illetve Árokszállás Vámosgyorgy Gyöngyösi útvonalon, tehát más irányban haladtak. Stromf Pál egy rendkívül, hát egy művelt mérnökember, egy intelligens, széles látókörű volt. Jászberény városával is nagyon jó kapcsolatokat épített ki. Ráadásul ebben a korszakban egy sokáig egy jó polgármestere volt a városnak, és meg tudtak sok mindenben egyezni. Hát Jászberény poros város, ez nem sértő, ez egyszerűen tényszerű megállapítás. Hát rendkívül poros város volt, és volt ugyan locsolóautó, mert az utcákat legalábbis nyáron utakat locsolták, de hát elromlott, és fel kellett újítani. Stromf Pál elvállalta, hogy ő felújítja. A tűzoltóautónak is lenni kellett a városnak, azt is felújítottak, és részt vett a karbantartásban 1936-37-ben. Nem volt Jászberénynek mentőautója, holott lenni kellett volna, hisz mivel a volt közút, és a volt közúton a közúti közlekedés, tehát autók jöttek, mentek, na de a szekerek is, a lovasszekerek, meg amiket szarvasmarha húzta, tehát volt találkozás, volt ütközés, volt baleset, tehát nagyon fontos volt, hogy Jászberénynek is legyen mentő autója, ha balesetbe tudjon segíteni. 37-ben Stromf Pál egy saját költségére egy mentő autót készített, és ez a mentő autó jött is ment is balesetekre, hát én újsághírekben olvastam róla, hogy valamilyen betegembert el kellett Szolnokra kórházba vinni, és a szolnoki újság megírta, hogy micsoda nagyszerű mentő autója van Jászberénynek. Igen. De hát tehát a finanszírozás, meg a fenntartási költségek megoldatlanak voltak, és Stromf Pál 39-ben megszüntette ezt, mert hát sok mindent bevállalt, hát ezt már nem. Nos, itt látjuk a vértes féle épületet, és itt van a könyvesbolt, a vértes aladár, az első világháborúban első halottja volt Jászberénynek, tehát mindjárt 14-ben, és a felesége, két lánya ugye itt maradt magára, de a könyvnyomda, a könyvesbolt, meg papírt, írószereket is árultak, tehát itt volt, és a benzin tartály, hogy ez nekem miért nem működik. Itt volt a ház előtt, ahol az autót látjuk, de mindjárt mutatom. Itt van a vértes anyuka és a két lánya, Aranka és... Lenke. Ezt a nevet elfelejtjük. Igen. Tehát vértes anyuka, Aranka és Lenke, most a két lány, az rendkívül ügyes volt. Tehát egyrészt az irodai munkába, másrészt ezekbe a buszközlekedéssel kapcsolatos utasok szervezése. A lányok szerveztek kirándulásokat is. Hát fiatalok voltak, miért nem utaztak volna? És hát itt tankol egy busz, egy strombusz tankol. Ez már látszik, hogy így nem túl jó helyzetben van ez az, mert hogy a
elől van a tankja, és a benzinkútnak az oszlopa is ott van elől, és a busz belelóg a bíróság melletti utcára. Mert hogy 41-ben bevezették a jelenleg is érvényes jobboldali közlekedést, tehát a busznak így kellett odaállni a benzinkúthoz. Hát ez így maradt. A 40-es évek elején már egész szép jármű állománya volt, volt két teherautója és három személy autója is. Ezt hát családi használatra inkább, a teherautóval meg árut fuvaroztak. Volt két Rába Krubusz, 31 ülőhelyjel és 10 állóhelyjel a buszon. 10 állóhely. Volt két Mávag Mercedes, az 28 személyes volt. A Rába, volt egy Rába busz, volt két Chevrolet, ezt a lengyel, már akkor háborús állapotok uralkodtak, és Lengyelországból menekültek emberek, és ő tőlük vette meg. Ez is jó nagy volt, mert 31 ülőhelyel és 9 állóhelyel. Volt Mercedes, ennek egy olyan fajta, hogy nyitott volt a vezetőfülkéje. Hát a sofőrnek nem volt a legideálisabb. Volt Opel Kapitén busz is. Na most itt mondok, márka neveket soroltam én itt föl, de hát ezek a márka nevek azért maradtak fent, és azért váltak ismerté, ugyanis az Alvázat vette Stronf Pál, és a felépítményt itt Jászberényben csinálták a mesteremberekkel. Tehát egy Chevrolet Alvázra, hát megadta a formáját, hogy milyen felépítményt lehetett rá helyezni és rá megcsinálni. Tehát a Mercedesre adta magát, a Alváz is adta magát. Tehát ezek a buszok, amivel a közlekedést ő megoldotta, ezek így létezhettek, hogy az Alvázt vette, és itt jászberényi mesterek ráépítették a felépítményt, és üzemeltették. Ezek az új autóbusz összeszerelések 1935-től voltak folyamatosak, és akkor a dolgozói létszám volt a 22 fős. Tehát sofőrök, szerelők. A buszjáratok gyakran közlekedtek, Budapestre heti 3-4 alkalommal, Nagykátára pedig volt olyan időszak, amikor a vasútállomásig vitte a jászberényi utasokat, és naponta 4-szer is fordultak. Nagykátárról viszont volt olyan járat, ami Tápiópiska, Tápió-Szentmárton irányába is ment és vissza. Jákóhalma Jászapáti, és forgalmas volt, volt rá igény, és ment napi két járat is, és Felsőszentgyörgy Szentmártonkáta irányába is. Sőt, Jászberényben a Lehelszálló és a nagy vasútállomás között helyi járat is ment, úgyhogy a vonat indulásához igazítva a busz indulását ki lehetett menni a vasútállomáshoz, aki el akart utazni. A távolsági buszoknak a menetrendjét pedig rendszeresen olvashattuk a Jászhírlapban, hisz kellett, hogy a közönség széles körben tudja, hogy mikor megy a busz, és meg tudta nézni, és ha eltette az újságot, és tudott igazodni a buszközlekedéshez. Amikor már 30-as évek végén, 40-es évek elején felmerült annak az igénye, hogy az utazó közönségnek is valami kényelmi megoldást kell találni, hogyha esik a hó, meg fúj a szél, meg valahova be tudjanak állni. Ezért
Stromfál egy beruházáson gondolkodott, és telket vásárolt 1942-ben. A mai buszházhely telkét vette meg tulajdonképpen, illetve úgy építkezett, hogy egy részt átengedett a telekből, hogy a Rákóczi út valamelyes kinyitása, ezt így idézőjelben mondom, tehát, hogy a gépjármű közlekedés a városközpont és a vasútállomás között zavartalanul megoldódhasson, tehát magyarul a Rákóczi úton végig a busz végig tudjon menni, vissza tudjon jönni, ne legyen ilyen szűkület, meg kisház közben, meg. Tehát tulajdonképpen, ahol ma a 48-as oszlop és a Petőfi szobor áll, az a kis térség, hát nem akkor, nem 42-ben, hanem jóval később, de így jöhetett létre, hogy ott házakat bontottak le, és hát a városrendezés része volt ez is, és hozzájárult Stromfál is. Tehát a buszház építésének érdekében a Palotási utcát kiköveztette saját költségén, mert ugye a buszház elé most is így van, beállnak a buszok, és arra hajtanak ki a piac felé. Tehát így készült, a tervezője és a kivitelezője pedig egy jászberényi építészmester volt, Bíró Fekete Lajos. Az építkezés ugye meg is történt 43-44-ben, és a fellelt dokumentumok szerint október 7-ére jelentették észre az épületet, amikor megjöttek az oroszok. A háborús pusztítás eredményeként Stromfálnak 3 busza maradt meg. Ő újraindította a közlekedést, de a buszázat és az egész vállalatát 48. június 30-ával elállamosították, ő neki az emeleti lakásból ki kellett költözni, a közeli utcában egy albérletet vett ki. Nem találtam a buszházról ennél régebbi képet, tehát ez egy olyan 60-as évek vége, 70-es évek eleje, de láthatjuk, hogy a busz odaáll be, ahogy most is, és megy tovább. Szóval a pusztításban, még a háború alatt Stromfáltól hivatalosan, dokumentáltan hadicélra egy buszt oda kellett adnia postagalambok szállítására. Ez egy szerencsés megoldás volt, mert ez a busz megmaradt. Több járművet ugye elvesztett, amikor ugye az oroszok megérkeztek, akkor volt, ami alvázra csak úgy punyvákat, meg mi egyebet valahogy rászereltek, és azzal közlekedtek. A lényeg az, hogy 45 tavaszán mindenfele mentek a mesteremberek, a dolgozói, akár sofőrök vagy szerelők, hogy keresték, hogy megtalálják a buszokat. Mert ugye hát a németek is, meg az oroszok is vittek belőle. 3 buszroncsot találtak meg, ezt tudták hazahozni, és hát rossz állapotban és felújításra szorulva, mivel hogy tehát a Stromféle műhelyek is háborús körülmények között voltak, ezért a Gyöngyösi úton lévő Barát Péter autószerelőmesterhez vitték el az elsőt, és ott rakták össze. Most ez a Barát Péter autószerelő mester is egy jeles jászberényi volt. A
a fia a hűtőgépgyár műszaki igazgatója lett, az unokája meg az a Barát László, aki volt önkormányzati képviselő is, és most is ott laknak, és egy vállalkozást működtetnek most is. A buszjáratokat, miután megtalálták ezeket az elveszett buszokat, és haza tudták nagy nehezen hozni, és rendbe tudták szedni, hát 45-ben megpróbálták újra indítani, és hát volt, hogy Alvázra szerelt ilyen ponyvás jármű, csak Rabomélnak hívták, de vitte az utasokat. Ugye 45 után is hát voltak események. A Petőfi szobor felállítása és civil kezdeményezés alapján történt. Dr. Németh Ferenc ügyvéd volt az, aki ilyen gyűjtést szervezett, és nagyon sokan csatlakoztak hozzá, és az összegyűlt pénzből Petőfi szobrot csináltattak. Az alkotója Szilágyi Nagy István szobrászművész, én megnéztem az interneten, ezt és egy női szobrot találtam tőle az interneten, tehát attól még lehetett más. Viszont meg kell mondanom, hogy ez a Petőfi szobor nagyon életű, tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó sikerült alkotás. A kivitelező, tehát a szobor felállításának kivitelezője, a talapzatot készítettek, az Csák József kőfaragó, ő se ismeretlen a jászberények számára, és a helye a buszház, a dokumentumok szerint a helye a buszház előtt volt. Amikor ideértem a történetben, és az előadás összeállításában, felhívtam Meditkét, hogy jaj, nincs a Petőfi szoborral, kéne egy fotó, hogy a buszház előtt részen, ottan van 48-ba felavatva a szép szobor. És Editke szomorúan visszatelefonált, hogy gyere, nincs. Nincs szobor, ami 48-ba felavattak, és Jászberény büszkesége volt, vagy büszkék voltak a jászberényekre. Nincs. Aztán találtam két, az én archívumomban találtam két fényképet. Március 14-én volt az a, nem 15-én, 14-én volt az avató ünnepség. Hát itt Németh Ferencet látjuk a felavató szertartás keretében, és hát ugye itt körülötte fiatalok is, és emberek is, hát azért büszkék lehettünk, hogy ilyen, meg az akkor élők büszkék lehettek, hogy ilyen dolog készül. Ez is a Petőfi szobor avatásán készült, ezt Faragó László képei ezek. Látjuk már, hogy a szónok úr is nem felénk néz, hanem oldalra. És a többiek is oldalra néznek. Hol állhatott az a Petőfi szobor, amit mi nem ismerünk, vagy hát azon a hely, nem láttuk az első felállítási helyén. Van valaki, aki látta? Igen? Akkor most majd mindjárt megvitatjuk a kérdést, ugyanis nagy valószínűséggel és Stromf Klárával, tehát a Stromfán unokájával állandó internetes kapcsolatban vagyok, és azt sakkozta ki, hogy ő se emlékszik rá, viszont átgondolva a helyzetet, meg a dolgokat, meg az eseményeket, arra jutottunk mi ketten lányok, hogy nagy valószínűséggel a mostani szakmunkás iskola kis udvara, kerítése, meg előtte van még egy picike kis parkoló, ha két-három autó be tud állni. Hogy ott lehetett? Nem. Akkor vitassuk meg, hol állt? Kérem, mondja meg. Az a központi épületen szemben volt a Petőfi szobor felállítva, és a körülötte egy körút volt kialakítva, és körbejárták a buszokat.
körbejárták a buszt. Szembe volt a ipariskola bejáratával. Tehát most már a bejárat nincs. Nem ott van. Másképp néz ki. Igen. Úgyhogy ott volt középen az épület előtt a szobor, ipatérki szobor, és körbejárták a buszok. De a... Tehát merre nézett a szobor? Az iskola felé nézett. Az iskola felé nézett. Igen. Tehát nem háttal állt az épületnek, tehát a buszháznak, hanem oldalt. Oldalt. Ahol a kis parkoló van, ott tejcsarnok volt. Igen. Iparoskola végé volt, tejcsarnok volt. Igen. Hát nagyon szépen köszönöm, ezért jöttem el mahoz önökhöz, hogy végre megtudjam ezt a rejtét, ezt a Stronf Klárának el fogom mondani. Vagyis, hogy megírom neki. Hát itt van a Pestőfi szobor, ez a nagyon szép, mondjuk, valljuk be őszintén, büszkék lehetünk rá. Egy nagyon szép Petőfi szobor, és itt nagyon jó helyen van. Ugye ott van a pár lépésre a 48-as emlékmű, és minden március 15-én ünnepség van, meg a kicsik, még az óvodások is jönnek, koszorúkkal, virágot helyeznek el, tehát ez egy nagyon jó megoldás. És hát találtam azért az interneten is, és ez is itt van, ezen a helyen, tehát a jelenlegi helyén. 1948-as esztendő nem volt egyszerű senkinek. Itt látjuk, most ezt muszáj vagyok megmutatni önöknek. Itt látjuk Telek Jóska bácsit. Ő Stronf Pál alkalmazottja volt, autóbusz szerelő, ez volt a szakmája, és én tudtam vele még interjút készíteni. Egy nagyon kedves, szeretetre méltó ember volt, és nagyon sok mindent ő mesélt el nekem Stronf Pálról, és annyira jó atyai viszonyban volt, de nem csak vele, talán az többi alkalmazottal is, hogy Stronf Pált kérte föl Telek Jóska bácsi esküvői tanújának. És természetesen, hát így aztán van időskori képünk is Stronf Pálról, mert hát nem nagyon találtam. Az államosítás után a közúti közlekedés is, a járságban is, tehát inkább így fogalmazok, a járságban is jelentősen kiteljesedett, mert hát Aköv is tefutelep is volt. Tehát Aköv a személyi fuvarozás, és tefu az árufuvarozás, állami vállalatokat alapítottak, és ez történt, ez a Vallusmalom helyén volt, hát a mai piac helyén. A buszok garázsa a Serház utcában még megmaradt kettő a 45 utáni időszakban, és még azután is, tehát az államosítás után is. A Aköv vállalat cégből 70-ben Szolnok megyei Volán vállalat lett, hát ez jár rá, ha beszélünk róla, erre áll a szánk, hogy Volán vállalat, és 69, a jelenlegi Volán telepet kint a város szélén, az 69-ben építették. És a Serház utcai romokat, ami a II. Világháború után még egy kis helyreállítást kapott, az pedig 70-71 táján bontották le, és azt épült a helyén a nagy bérház. Tehát ez a Vallusmalom helyén lévő bázisuk. Tehát látjuk azt, hogy van itt teherautó is áll, van ilyen személyautó, és vannak kisebb teherautók is. Tehát a Volán vállalat több évtizedig itt működött. Tehát szerintem 56-ban is. Nem bólint valaki? Úgy így van? Szabad pontosítani. Igen. Az autóközlekedési vállalatok, azok
hogy maradjak, jó? Autóközlekedési vállalatok alakítása az államosítást követően kezdődik. Megyei vállalatok? Igen, megyei. 1961-től. Ha-ha. 70-től kapták a Volán nevet. A Vasmalom helyén a Tefu javító és garázs volt, és még akkor a Sárház utcában az autóbuszok garázsírozása, javítása folyt. Értem. Nagyon szépen köszönöm a kiegészítést. Hát ugye az említettük, hogy 48 az nem volt a legjobb éve Strompálnak. A közeli utcában, kis utcában a fia Strompf László, aki szintén sofőr lett, mi más lehetett volna a foglalkozása. A második világháborúban hát elvitték magukkal az oroszok Málenkij robotra. Na most ez a Málenkij robot az ő esetében Odesszáig tartott. Odesszából rendkívül nehezen és nagyon sokan tudott visszatérni 48 nyarán kora őszén valahogy. Gyorsan meg is nősült, és született Strompf Klára, aki nekem ezt a rengeteg anyagot neki köszönhetem, és akivel jó kapcsolatban vagyunk. A Strompfának az idősebbik fia, a Pál fia, ő Pesten élt, és az 50-es évek elején ő meghalt. Strompf Pál sírja Jászberényben, a Fehértói temetőben található. Ezt tegnap előtt készítettem ezt a fotót, tehát rendben van. Volt időszak, amikor nem volt ilyen gondozott, de szépen rendben van. Amikor meghalt, és amikor temették, én azt az információt kaptam. Ugye a Fehértói temető ismerjük, hogy a kerítés előtt parkolók, most is parkolók vannak. Nos, a kerítés előtt az összes busz felsorakozott, és tudáltak. Hosszasan Strompf Pál tiszteletére és emlékére így búcsúztak tőle, mert nagyon nagy tiszteletnek örvendett ő, a szerelők, a mesteremberek, a dolgozói is, és már az államosítás utáni dolgozók szemében is. 2009-ben készítettem a buszházról ezt a képet, akkor is felújítás után volt, mert hogy a Volán vállalata szépen karban tartja, vagy karban tartotta, időről időre felújítja. Az a helyzet, hogy ugye van itt, látjuk, hogy lábazata van az épületnek, ilyen terméskő, vagy ilyen nagyobb kövekből, és itt az egyikbe ide bele volt építve az építető mesternek a neve. Bele volt vésve, vagy ki volt vésve belőle. Én ezt láttam még, esküszöm rá, hogy láttam. Most ugye újra felújítás alatt áll az épület, meg is van már tulajdonképpen az épületfelújítási része, és nincs lábazat. Hát én az egyből jeleztem Hajnal Nagy Gábor alpolgármester úrnak, és azt mondta, hogy ne izguljak, mert meg lesz tábla az építőmester, vissza fogják állítani, tehát lesz, mert még nincs átadva tulajdonképpen valóban. És mivel van kezdeményezés a Strompf Pál emlékének megörökítésére is, így a Strompf Pál neve is kap egy táblát, és el lesz helyezve a buszház
oldalán. Ha, hogy hol, azt nem tudom, reméljük, hogy nem egy ilyen kis zugba, hanem egy méltóbb helyen, de úgy gondolom, hogy mind a kettő, tehát az építető, tervező, építető mester is megérdemli, és hát Stromfál is megérdemli a jászberények tiszteletét. Szeretnék itt köszönetet mondani mindenkinek, aki a táblán van, mert hogy Stromf Klára nélkül, ugye aki Németországban, és nem tudott jönni, hazajönni, nélkül, és az ő adatai és információi nélkül, ugye nem lehetett volna ezt a dolgot, sem egy komoly dolgozatot, amit én megírtam tavaly, sem mást összehozni. Hát Telek Jóska bácsinak is nagy köszönettel tartozok, mert olyan kedves ember volt, én szívből meg szerettem, egy nagyra becsültem. Amit mutattunk sofőrképeket, a néhai Szaszkó László sofőr nejének, aki több képet is adott ezekből a régi fotókból, ahol a garázsokban láthattuk a mestereket. Horthy Józsefnek, a Jászoltó Kft. Igazgatójának is, mert ő is számos információval hozzájárult már, amikor az állami korszak volt. És ő egyébként, hát ő is egy jászberényi ember volt, nagy feladatot vállalt, hogy egy megyei céget tudott irányítani. A könyvtárosoknak, a múzeum minden kedves munkatársának, a Jászberény Annó portálnak, mert hogy nagyon sok képet ő tudott nekem megszerezni, vagy adni, vagy már felkutatta és odaadta nekem. Tehát így sikerült ilyen sok dolgot bemutatnom önöknek, és persze a Tuti Hír és a Jászkürc kollégáinak is köszönöm, mert hát nélkülük sem lett volna ebből az előadásból ma semmi. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Köszönjük szépen, Erika.